Szóval, sziasztok! Ebben a mai videóban LP-eseket fogunk bontani. Igen, újfajta generációt, ami itt látható, csak nem akarom nektek megfordítani, nehogy lelőjem a point, hogy miket vettem. És direkt elmentünk ezért egy Oceanbe, hogy tudjak venni. Na de LP-es új bolt! Szóval most én a kedvenceimet vettem meg, persze még van, amik cukik, de még megvárom, hogy jöjjenek meg a páros szettek, meg lesz karácsonyi kalendárium is, de ilyen videókat találtok még YouTube-on. Ha nem tudjátok, mi ez az LPS, olyan videókat is találtok róla, de ha szeretnétek, csinálok olyan videót, hogy mi az az LPS, én is csak a legvégén tudtam, hogy lehet ilyeneket rendelni, még az én gyerekkoromban már nem voltak. Csak a nem tudom, hanyadik generációsak, amik meg nagyon rosszak voltak, szóval. Ja, itt vannak az LP-esek, az újak, és ez az első új generációs, ugye? Ebből az első ilyen adag, az újak közül. És lesznek majd még kalendáriumok, téli szettek, ezeket aztán már lehet is előrendelni. Mert mindegyik nagyobb játékboltban van. Elméletben már egy régió játékban is van, de nem tudom, nézzétek majd meg. És akkor kezdjük is a kibontást, ott az. Jaj, meg még ezt elfelejtettem mondani, hogy a csatornán még lesznek ezeken kívül még LPS-es videók is. Csak ilyen október körül lesz, október 1-től már elindulhatnak ezek a videók, mivel akkor érkeznek meg még több új LPS, 3 darab, de az is valami, és addig nem akartam várni, mert nagyon izgatos vagyok. És arról is lesz videó, hogy kezdjük is. Itt vannak az LPS-ek rajta, addig én így arrébb megyek. Itt vannak az LPS-ek, gyönyörű körmöm, ami már félig lekopott. És megpróbálom ezt nektek valahogy kibontani. Hozok egy ollót, csak nehogy benyisszem csak az LPS-be. Na jó, inkább először megmutatom ezt az egyet. Ez a hernyó! Az a baj, hogy az Oceanbe nem találtam olyat, ami el van rejtve, szóval engem fokuszálj. Szóval nem találtam olyat az Oceanbe. Szóval, csak ilyet találtam az Oceanbe, és nem találtam olyat a mizsákba macskás. De amúgy elméletben olyanok is vannak. Lejött. Na, itt van egy kicsi szabadítanak a börtönökből, tehát szerencsétlen. Gyere! Nem tud kijönni. Na, szó, végre. Üdítőr is. Na, itt úristen, de más tudása van. Amik most LPS-ek, amiket vettem, azokhoz nincs más régi LPS-em, de ennek nagyon fura a fogása. Szóval, na, mit szeretettek az LPS-t? Egyet azért megéri venni. Ami mondjuk a csatornát a kelepése lesz, vagy bármi, amit akartak. Ez nagyon menő, nagyon más a fogású. Ennek ilyen műanyagosabb. És úristen. Amúgy cuki. Itt vannak még ezek is. Kaptok ingyen kódot, aki játszik a játékkal. Aki játszik a játékkal, itt egy kód. Itt egy kódocska. Tudod, felállítom neked. És akkor itt még van nekünk. Úgy, hogy azt hittem nagyobb lesz, szóval nem akkor, mint az LPS. Egy ilyen kártyánk, ami élet a virágokon csücsül. Így. És egy gyűjtős papírunk, amihez azt a mindenit, miket lehet gyűjtögetni itt. Úristen! Amúgy elég sok mindent. Meg is állíthatjátok, hogy nézhetitek, melyik kell nektek. Néhány csak páros szedbe van, meg hármas szedbe, de és akkor itt meg lehet nézni, ő egy Shinest
Level 1-es szintű kor. Azt a mindenség, te egy kor vagy. Na, oké, akkor ezen, ez a gyűjtő papír, amit fogjuk jelölni, hogy mik vannak meg. És akkor... Takarítás! Következő LPS! Hát itt, amit most már úgy szakítok szét nektek, hogy ne látszódjon, hogy mi az. Remélem, úgy szétvettem, hogy nem látszódik itt, hogy mi van itt. Várjad, hogy így teszlek benne a kökök. Van. És tantanam, ez a 007-es ügynök. Mivel ő, aki van egy támadcsiba, ő nem ilyen robot akarta. Mivel erre nagyon tuki a védre, amíg rájött, hogy itt kell bukozni. Ki ne szakítsátok az LPS-t, ha kaptak. Itt kell itt bukozni. Kis eset, de jó. Úristen, de cukit, ez lehetne a csatornámnak a LPS-e. Kinyomjuk neked a kukkolódat is. Hogy tudom nézni a szomszédot. Jaj. Így. Megkukkolhatod. Szóval, sziasztok! Nem lopod el! Szóval, amúgy így látszik rajta, hogy ők nagyon-nagyon kiöjbörítok, nagyon világosak, és a légiek meg nagyon sötétek, bár lehet azért, mert ez már használt is, mert kopik az orra is, de hogy... Na mindegy. Oké. Okay. És akkor nézzük neki is itt a kártyáját. Na nézzük akkor. Itt egy free code, emberek. Várjon. Majd, tessék. Fogsikam, akkor itt egy papír, és ez rajta van, hogy ő egy friend list, második szintű, level 2-es vagyok, level 2-es vagyok. Én vagyok a settengerés mestere. Jaj, tudom, itt távon dőlök. Ő a settengerés mestere, és ő már egy egzotikus állat. Még is figyelni, nem látod ember. Hányom meg lehet, mert hányom sem mindig látok itt a kertben. Na mindegy, következő LPS. Amúgy itt is itt vannak a számjai. És amúgy, amíg ilyen dobozban vannak, azoknak alul meg lehet nézni a számát, hogy éppen hanyadik van benne. Így le tudjátok csalni. Na, ezt egyet ki tudtam nyitni. Ki van itt? Ki van itt? Nem, mindig nem tudjátok, ki van itt. Most feltárom nektek a titkot. Ha a popsiára megismeritek, itt van. Ő! Jaj, és készen ide! És szabadítunk téged is! Aki van egy később, váó, ez... Ezt aki belopom. Na, nézd, szabadítsunk ki téged! Helyen hagyom a felettel! Nézzétek, hogy mindig van itt van! Juhú! Oké. Na, nézzétek. Ó, ezt nem tudom kifogozni. Jön, hogy tudni kell a tekint! Nem tudjátok kifogozni. Na, ilyet alapból is szerettem belőle, és hát ugye új generációsból, csak... Ilyen, itt van meg valami mással, csak... Megvan, a lújba. Abszolút! De azok a pár összetekben van, ilyenek nincs még. Ó, ennek furán mozog a nyaka. Mindegyiknek furán? Aha. Ezeknek, amikor körbe akarod őket forgatni, furán mozog a nyaka. Ilyen lassan. Ennek nem annyira mozog a feje, mint a többinek. De vannak itt mindenki csillagjai. Popsi, amúgy a végén körbe mutatom a többi LPS-t is. Megkaphatod a fésődet, fesó. Jó, elkapitál. Na, nem zörgök itt. Ezeket itt eltudom, hogy ne nézzen ki úgy. Szemem domb. És akkor így... Éjszem átértek. Nagyon menő vagyok. És akkor... Sziasztok! Jó. És utolsó versenyzőnk. Az itt van. És akkor nézzük is. Jó. És akkor feltárom a titkot. 3, 2, 1. Még nem tudjátok. 3, 2, 1. Most már lehet, hogy megszedek, vagy sejtitek, hogy ki ő. Egy kutya! Egy korgi! Ez a korgi a legszebb.
Most már más kutyák is vannak, nem csak ő. Amit nem mondtuk kutyák élet, mert akkor ezt elégre hagyjuk. És akkor úristen, remélem, hogy jó lesz, hogy feje is el fog mozogni. Mert ő... Rajta vacináltam, hogy megvegyem el. Mert még amúgy a fókát akartam. Szóval rajta vacináltam, hogy illenek vagy a fóka. Most még a konnal is időnk, hogy ezt nem hiszem el. Szóval rajta vacináltam, hogy vagy egy fóka, amit meg... Itt a bevágok, csak amúgy azért rajtam le. Mert neki a feje nagyon gumi. Ez ilyen sima gumi. Azt a úristen. Na, mi? Sikerült kiszakítani a koronát is. Azt a milyen szép, milyen gyönyörű korgi ő. Ennek sem az a gyűrű feje, mindegy, őnek elég fura feje van. És mindig nézik, hogy rám jó ez a koronát. Rám túl nagy nézitek. Na mindegy. Szóval... Hát gyönyörű. Ők lennének itt a szerzeményeim, és még van kettő kártya, ugye, amit nem mondottunk ki, szóval bontsuk is ki. Itt van a gyönyörű pudli, kutyusnak a kódja, ha tudna fókuszolni a kamerának, de a kutyus fókuszolt, nem lesz előtte van. Szóval ő, kérem szépen, egy Hungry egyes szintű kóre. Igen. Lesz négy gyűjtőspapírom, négy kártyám, és azt mondjuk, megkapjátok a gyönyörű korgi kódját is. Ó, ezt nézzétek, milyen menő már hát. Szóval ő egy fasianiszt, vagy mi? Funkiszt, úgy szintén, hogy olvastam ezt. Egyes szintű kóre. Oké, gyönyörű, gyönyörű. Gyerekek, kaptam még egy gyűjtőspapírt, nézzétek. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt kettőt adta ki. Oké, és nem tudom, melyik kód volt már az, itt vannak a kódok. A többi kódom eltűnt. Ja, itt vannak a személydombok alatt. Hihi. Na, azt nem tudom, hogy amúgy, ha ugyanúgy őket megveszitek, akkor ugyanazt a kódot kapjátok. Fogalmam sincs. Mindegy, nem értek a játékkal, én nem tudom, hogy hogyan kell ezeket beírni, vagy egyáltalán hova. Szóval amúgy, hogy itt a szerzeményeim most is forgatom nektek. Ő itt korgi, a korgi nő, a korgi gyönyörűség. És ott az LPS, azt mondom, másik a régi korgit ide bevágom nektek. A régi korgi is nagyjából így nézett ki, szerintem. Fú, hát nem tudom, hogy létezik-e más hernyő LPS, de ha igen, akkor megmutatom. Vagy akkor bevágok ide mellé egyet. Hát ilyen kis cuki, ilyen rockstar, azt mondjuk, ilyen rockstar, ilyen wááááá. Szóval, ha kiszállod, akkor iszik egy kicsit. Akkor jön a következő paciens, egy gyönyörű zülönő lehetőségnek. Neki direkt meg is jegyeztem a sorszámát, hogyha ugye ilyen unboxingos dobozok lettek volna, akkor tudja, hogy őt szereztem volna be, mivel ő a leges, és ha találok te erre egy vidra képet, akkor is vágom. Jaj. Jó, amúgy, hogyha ti játszok ezzel a Roblox játékkal, akkor életem, hogy a vidra kódja mutat. Be lehet nyomni a fejét. Na, mit kukkolt titeket. A következő, ott igen, ez a pudli, gyönyörű prudri, a pudri. A putri-pudli, úgy putri-pudli, és tudod itt a háttérszerep, úgy elestek. Jó, hogy ez a korgi sokat ivott. Minden áll meg rában. Szóval neki tudom, hogy van egy másolata a régi ápiások közül. Amúgy csak cukkermukkerla, neki fésőjai is, amivel tudok éjjeszem árulni. Na jó, ha veszek még ápiást, le fogom nektek videózni, még egyet is kapok, akkor is. És a sorozat... Sziasztok! Jövőj! Szóval sziasztok újra! Hát... Ugye azt ígértem, hogy a következő videóban lesz, de azóta sem tudtam megvágni ezt az epés videót, szóval úgy voltam bele, hogy akkor kettő részben lesz, és megérkezett a vises csomagról is, amiben a főszereplők lesznek, szóval nézzük is ki. Na, ebbe itt három van, amit imádok. És remélem, hogy hát gondolom hamisak lesznek, de remélem, hogy nem annyira látszik majd rajtuk. Amúgy az enyém elég gyorsan jött, mivel ugye október 1-től kellett volna jönni, azt mondom, vagy 11-ig, vagy 4-ig. És amúgy több gyorsan megérkezett. De nagyon is vártam, de itt egy olló. Itt akkor belevágtam. És rögtön kilébe. De új! Nem, akkor először egy nőjbe. Aha. Na, akkor a macskák el. És a kiegészítők jönnek. Kaptam egy kettő ilyet, azt a mindenit. Kaptam ilyeneket. Kiegészítőknek. Ehhez is járt egy cica. Ez mi van ő? Ez még rajtam is szépen áll. Csak nem tudom semmivel se rátenni. Majd valamivel megoldom.
Ja, de kaptam hozzá ilyen gumikat. Valahova majd gondolom be kell fűzni, és akkor úgy rá lehet tenni az LP-sre. Ezek nagyon cuki, nézzétek ezt gyönyört. Oké, akkor ez első bő, és jöhet az első, ez egy főszereplő, lőszereplő. Igen. Nézzük is. Nem akarok beléd vágni, kedves főszereplő. Na nézzük, úristen. Ez biztos, hogy hamis. Kamerán nem jön át, viszont biztos vagyok benne, hogy ez hamis. Én nem vagyok teljesen jó megállapító, viszont egyáltalán nem jól mozog a fejem, hogy kéne. És teljesen más az arcformája is. Szerencsére ez kamerán keresztül nem látszik. És még rá is jó amúgy, mert amúgy rájuk rendeltem. És ezt kamerán keresztül egyáltalán nem jön át, szóval így tudok nektek beszélni, és tök jó. Persze róla megismerem, hogy ez kamu, meg hogy ő magasabb, mint én. Úgy kéne fókusz. Következő remélem már sokkal igazibb lesz. Gyere ki. Na. Következő az hát ugyanúgy hamis, viszont amúgy ez nem annyira tűnik hamisnak kamerán keresztül, mint a másik. De viszont élőben ez egyáltalán nem így néz ki, ahogy kamerán látjátok. Ahogy bele is ugyanúgy nem ugyanígy néz ki. Még kicsit beállt a nyakam, de amúgy ne gondoljátok, hogy visről igazi eredeti LPS-t kaptok, szóval én sem számítottam rá. De nem lett rossz. Szóval amúgy őt is tudom használni végül, ez önnek nagyon örülök a videómba. És dun-dun-dun! Az utolsó LPS, akit amúgy, akinek nem szántam szerepet, de végül találtam, aki ugyanúgy hamis, jej! Hozzájártak ezek a kiegészítők amúgy. És itt csillámos a feje. Amúgy megforgatom, ezen se látszik kamerán keresztül, hogy kamu lenne, viszont tudom, hogy kamu. Látszik, meg tapintásra is érezhető, szóval ő egy szerintem nem kamu LPS, viszont ő biztos, hogy az, szóval viszont ne várjatok eredeti LPS-t, viszont tök olcsó áron meg tudtok szerezni hamis LPS-eket, szóval amik amúgy tök cukik, és nem látszik kamerán keresztül, hogy kamu. Ha a videózáshoz használnád, akkor tök jó, de ha csak úgy játszanál vele, akkor attól függ, hogy szereted a kamu LPS-t, és mennyi LPS-od van, akkor megéri. De amúgy, ha itt egymás mellé rakosgatom őket, és beszélek velük, ilyen ő is, akkor szerintem tök jók. És akkor most megpróbálom rájuk adni a masnikat. Sikerült erre ráadni, viszont ez is pedig percbe telt. Szóval elég fura. Itt előről néznek jó, de én hátra hajlik. De nyakus olyan jó, szóval meg egyből le is esett róla ez a... Ez persze vissza lehet ragasztani, szóval ez tudni nem milyen gumikat fogok használni. De amit tök cuki. Szóval meg is szabadítottam őt. És hát ezek közül az álom LPS-em ő volt. Mindenki engem szeret. És ők lesznek ugye a főszereplők. És ezt a sorozatot hamarosan majd várhatjátok tőlem a csatornán. Ha ez a videó kikerül, az azt jelenti, hogy sikerült megvágnom, viszont ezután még ki fog egy-kettő videó kerülni. Mielőtt belekezdenék javában a sorozatnak, és azt kérném tőletek, hogyha lenne komment szekció, akkor írjátok le, hogy... Szóval,
Írjátok le, hogy várjátok egy sorozatot, hogy már előbb jöhetem, mint ahogy én terveztem el. Ja, és a legfontosabb, hogy szeretnétek-e belőle hogyan készült videót, mert akkor, amikor forgatom a videót, akkor már készítek mellé egy másik videót, hogy hogyan készültek. Persze ez később fog kikerülni, később is fogom megvágni, de nagyon jó. Szóval nagyon örülök, hogy lett végre cica LPS-em, mert volt egy másik cica LPS-em, amit szerintem ugyanúgy visről rendeltem, de ők szerintem jobban néztek ki akkor. Na, mindegy. Viszont annak kell tört a nyaka, szóval ezekre már jobban fogok vigyázni. És hát megragasztottuk, viszont most már nem annyira mozog, szóval nem annyira jó. Így kellett, ne törjétek el az LPS-eiteket, mert azért van ilyen nyakuk. Szóval, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, és már több csomagbontogatós videó nem is lesz, ugye? Ugye, drágáim? Na, akkor mehettek ti is a dobozba a többiek közé. Hey, egy valamit kifelejtettél? Mit is? Sziasztok! Ezek tudnak repülni? Várjátok. Jaj, várjátok, én vagyok a diva hercegnő. Sziasztok!